Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Borzási István vagyok, a Krasznai Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztora a Szilátságban, valamint teológiai tanár a Nagyváradi Emánuel Egyetemen és a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián. Megragadom a lehetőséget, hogy Isten igét hirdessem a televízió által is, a Credo TV által. Úgy gondolom, hogy ezt a sorozatot a pátriárkák életével elkezdhetjük, és ezek közül is mindenek előtt Ábrahámmal, a hívők atyával. Ábrahám elhívásakor az úr konkrétan üzent neki. Ezt olvassuk Mózes első könyve 12. részében, az első három versben. És mond az úr Ábrahámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságot közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és akik téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Eddig Istennek ígéje. Visszaemlékezem arra az időre, amikor úgy 30 évvel ezelőtt megalakult a tordai magyar baptista gyülekezet. Kezdetben még a román baptista imaházban tartottuk az istentiszteleteket, és néhányan az ott lévő magyar nyelvű tagok közül csatlakoztak hozzánk, de ők ekkor még a román nyelvű istentiszteleteken is részt vettek. Egy idő után azonban úgy döntöttek, hogy velünk fognak tartani. Mi nem akartunk békétlenül elválni a román testvéreinktől. Alkalmas időt találtunk arra, hogy egy közös istentiszteletet szervezzünk amelyen egy idősebb testvér azt kérdezte tőlünk, Dá de de ce trebuie ca Miért kell nektek elmennetek? Akkor felolvastam mindenki előtt ezt az igét, és azt válaszoltam, hogy épp erre a kérdésre válaszol az Isten ígéje. Találjuk itt mindenek előtt a megszólítást, és mondd az Úr Ábrámnak, majd a kihívást, eredj ki a te földedből és a te rokonságot közül, és végül az ígéretet, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged. Így kezdődik a történet. És mondta az Úr Ábrámnak, itt kezdődik minden, a hívő élet útja is mindig ott kezdődik, amikor az Úr megszólít. Tehát Isten szól, beleszól az ember életébe. Ábrahámot is ő szólította meg. Ezelőtt is élt Ábrahám, mégpedig tudjuk a történetből 75 esztendőt élt már. Amikor megszólította az Isten. De Ábrahámnak az előélete szinten nem is fontos már, legfeljebb abból a szempontból, hogy előkészítette azt a pillanatot, amikor majd Isten beleszólt teljes hatalommal az életébe. A tulajdonképpeni élete, a hitútja ott kezdődött, amikor Isten megszólította. Ez a mi életünkben is így van az az élet, aminek az örökkévalóság szempontjából is értelme, célja, rendeltetése van, az mindig ott kezdődik, hogy azt mondta az Úr, és az ember ezt meghallotta. Ez az, amit az ember semmiképp sem tud kierőszakolni. Hogy szóljon hozzá az Isten. Bármilyen lelki gyakorlat vagy meditáció révén erre az Isten élményre nem juthat el. Mert nem arról van szó, hogy Ábrahám elmerült volna az Istenség kutatásába, hanem arról, hogy megrendülve tudomásul vette, hogy őt az Isten megszólította, közvetlenül és félreérthetetlenül. Valaki felülről belenyúlt a szívébe, megragadta a lényét, birtokba vette egész valóját, itt kezdődött nála is az Istenben való hit. Meghallotta de már, Szoktad-e hallani már Istennek a megszólítását? Ismered-e azt az érzést, amikor az ő szava megragad? És tudod, hogy most pontosan neked szól. A megszólítás tartalmazta a kihívást. Mit is mondott az Isten Ábrahámnak? Azt mondta, eredj ki a te földedből, a te rokonságod közül és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok néked. Isten mint egy kihívja Ábrahámot a saját hazájából, a rokonsága közül, az atya házából, vagyis abból az életformából, amelyben addig élt. Kihívja régi megszokott életkeretei közül, abból a biztos helyzetből, amiben jól berendezkedett. Nem kevesebbet mondott neki az Isten, mint hogy hagyjon el mindent, amit 75 év alatt hozott, összegyűjtött hozzánőtt a szívéhez, az életéhez, a gondolkozásához kezdjen el egy merőben új életet. Merjen elindulni pusztán az Isten útmutatása nyomán, lépésről lépésre, követve az ő vezetését. És ez történik ma is. Szó szerint kihív bennünket Isten a régi megszokott kereteink közül. Egy merőben új, ismeretlen útra. Igen, Istennek ma is ez a legfőbb mondani valója. Erek ki a te földetből, a te rokonságot közül, a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok néked. De mi az a régi, amiből kihív? És mi az az új, ami felé irányít? Kihív a régi életünkből, a világ fertőjéből, a bűnös szenvedélyekből és megkötözöttségekből. Kihív a közömbösségből, a megszokásból, egy elkötelezett Krisztushoz hű életre hív. Ez az új amifelé irányít ma az Úr. Nem egy könnyű feladat. Korábban a marxista-ateista ideológiának kellős közepén kellett ilyen kihívott életet élni. Most a liberális fertők közepén kell megmaradni tisztának. Kihív a népegyházi keretből is, és egy egészen új, hitvalló egyházi életforma felé vezet. Hogy mit is jelent kijönni a népegyházi keretből erre nézve, egy református ige hirdető szavait idézem az egyik prédikációjából. A népegyházi életforma gyakorlatilag azt jelenti, hogy a megszokott egyházi hagyományok követése, mint a gyermekek keresztelése, a 14 éves korban való konfirmálás, az esküvő, a temetés, az ünnepi istentiszteletek látogatása karácsonykor, húsvétkor, az egyházi adó fizetése, mindezek az egyházias akciók, amelyek nem az öntudatos hit kifejezői, hanem csak régi szokások tiszteletben tartása, csak külső forma, zörgő gépezet, csak amolyan szokás, tradíció, hagyomány, ami öröklődik apáról fiúra generációkon keresztül. Nos, erre mondta az Isten, eredj ki belőle. Kezdj egy merőben új életet. Olyan életet, amely nem csupán szokás, hanem valódi élet, amelyen Isten áldása van. Mert azt olvassuk, hogy Isten áldást ígért Ábrahámnak. Ábrahám nem tudta, hová vezet az az új út, csak lépésről lépésre bontakozott ki előtte az új életforma. Mi előttünk is csak a körvonalai mutatkoznak meg ennek az új útnak. Ábrahám hallja, amit az Úr mondott neki, nem azt, amit a saját szíve mondott, amit a vágyai mondtak, hanem amit az Úr mondott. Az Úr pedig azt mondta, hogy nagy nemzetté teszek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet és áldás leszel. Isten a hitet és engedelmességet nem hagyja jutalom nélkül. A hit és engedelmesség mindig összetartozik, és elválaszthatatlanul együtt van. Hinni lényegében azt jelenti, engedelmeskedni. Az ígéretben benne volt, hogy Ábrahám engedelmességének a gyümölcsét nem is ő maga fogja élvezni, hanem a jövendő századok nemzedékei és épei, népei. Ön azt nem fogja megérni, hogy nagy nemzetté lesz. Még Kánaán sem kapta meg. Feleségének pénzen vásárolt temetkezési helyet, sátorban lakozott és várt az alapokkal bíró várost. Mégis hitte, hogy mindaz meg fog történni, amit Isten neki ígért. Milyen messzeható következményei vannak annak, ha egy hívő ember engedelmeskedik Istennek? Ha te most az Isten szavára vállalod az engedelmességet, a szolgálatot, az új utat, akkor nem csak a magad útját döntöd el, hanem a sokak számára jelenthetsz majd áldást. Megáldalak téged, mondja neki az Isten. Isten áldása nem vágyaink beteljesülésének az eszköze. Ha például Isten egy beteget megáld, az nem ok okvetlenül azt jelenti, hogy az a beteg meggyógyul. A betegségben is megállthatja őt az Isten. A boldogtalan házasságot is megállthatja az Isten. Ha Isten a hívő emberek közösségét, a gyülekezetet megáldja, ez nem arra vonatkozik, hogy tekintét nyer a világban, hanem valamilyen egészen mást. Az áldás hosszú távú kihatással jár. Megáldalak téged, és áldás leszel. A gyülekezet így fényt, derült, örömet, jóságot, békességet tud bevinni a társadalomba. Krisztusi hatásokat, erőket, kegyelmet közvetít. Ennek a világnak éppen erre a szeretetre, a megbocsátásra, a türelemre, a megértésre, az alázatra van alapvetően szüksége, hogy el ne pusztítsa önmagát. Ezért kell megragadni a lehetőséget a bizonságtételre, mert áldást közvetíthetsz, ha áldást nyertél. Nagyapám imája kísért engem és testvéreimet, aki minnyájunkért imádkozott, minden nap valahányszor elaltatott bennünket a bölcsőben. Az őszinte ima nem hullaporba. Érdemes Krisztust követni, az ő seregébe tartozni, vezetése alatt élni, és az ő szolgálatában járni. Isten segítsen minket erre. Amen.